Ünnepélyes keretek között vette át képviselői mandátumát Páncél Károly, Pest megye 11-es számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője. Az országgyűlés május másodikán tartja alakuló ülését. Abból az alkalomból gyűjtünk össze, hogy április harmadikán az azon a napon megtartott országgyűlési választáson választókerületünkben a legtöbb szavazatot szerzett képviselőjelöltnek, Páncél Károlynak, a mai napon átadjuk ünnepélyes keretek között képviselői mandátumát. Most pedig megkérem dr. Pacsirta Istvánt, a Pest megyei 11-es számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának elnökét, hogy ismertesse a választással kapcsolatos eredményeket, és adja át képviselő úrnak a mandátumot igazoló okiratot. Képviselő úrnak köszönöm szépen a szót. Pestmegyei 11. számú országos egyéni választókerületi választási bizottság nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm elsősorban Páncél Károly urat, regnáló egyben megválasztott országgyűlési képviselőnket és kedves feleségét. Köszöntöm továbbá választókerületünk településeinek jelenlévő polgármestereit, képviselőit, az OEVB jelenlévő tagjait, a helyi választási iroda munkatársait, a sajtóképviselőit és valamennyi minden ö, megjelentet. 2022. április harmadik napjára kiírt országgyűlési képviselők általános választása kapcsán elmondhatom, hogy az választókerületünkben eredményesen, törvényesen, érvényesen lezajlott. Rendkívüli eseményről Istennek háló, beszámolni nem tudok. Külön köszönetet szeretnék mondani a helyi választási iroda, mint Dabasváros polgármesteri vatala valamennyi dolgozójának az emberfeletti munkájukért. Tovább a választókerülethez tartozó valamennyi település választási irodájának, illetve az ott dolgozóknak, akik a a hozzájárultak a választás lebonyolításához, illetve a bizottságunknak a munkájához. Páncél Károly hetedik ciklusát kezdi az országgyűlésben. Beszédében megköszönte támogatóinak és segítőinek a kampány során nyújtott támogatást. Hát az első szó a köszöneté. Elnök úron keresztül szeretném megköszönni nemcsak a az ő általa vezetett bizottságnak a munkáját, hanem azoknak a bizottságoknak is a munkáját, akik ott voltak a településeken, mindazoknak az embereknek a munkáját, akiket az önkormányzatok választottak a szavazatszámláló bizottságokba, és azoknak a munkáját is, akiket egyébként pártok delegáltak. Legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, mindannyian nagyon-nagyon komoly munkát végeztek aznap hajnaltól, másnap hajnalik, hiszen nem csak egy országgyűlési választás volt, hanem egy népszavazás is, és bizony már-már pirkat jócskán, amikor ezek a körök bezártak, és a végleges jegyzőkönyvek megszülettek, illetve elküldték azokat Dabasra, úgyhogy köszönet mindazoknak a munkájáért, akik ennek az egésznek a törvényességét, szabályosságát felügyelték, és hát köszönettel tartozunk mindenkinek, minden beszámoló arról szól, hogy és ellenzéki megfigyelők is azt mondják, hogy nem tapasztaltak olyan eseményt, ami negatív módon befolyásolta volna a választást. És hát köszönet egyébként a polgármesteri hivataloknak, Dabason is jegyzőasszonynak, aki az egész választókerület hivatali részének vezetését ellátta a helyi jegyzőknek. Ez mindig egy önkormányzat, egy hivatal számára is megterhelő egy választás, hiszen ilyenkor már több próbaszavazás zajlik, azoknak felküldik a jegyzőkönyveit a Nemzeti Választási Irodához. Mindenki izgatott, hogy vajon sikerül-e, vétenek-e hibát, úgyhogy ez egy-egy polgármesteri hivatalnak is egy komoly munkát jelent, úgyhogy összességében köszönhet ennek a példaértékű lebonyolításáért. Hát is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik engem támogattak, és hogy nem csak egyszerűen támogattak, hanem bizony ebben a több hónapos kampányban jelentősen oda tették magukat Páncél Károly képviselőjelölt mellett, vagy a Fidesz-KDNP jelöltjei mellett, Orbán Viktor miniszterelnök mellett, nem volt ennek kicsi a tétje, nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget. Maga a kampány 50 napos volt, de hát tudjuk, hogy ez elkezdődött legalább tavaly nyár végén, ősszel is többszöri aláírásgyűjtéssel és ajánlásgyűjtéssel. Nem volt ez egy kicsi munka, de egyébként az eredményekben mindenki lemérheti azt, hogy valóban, ahogy elnök úrtól hallottuk, az országos átlaghoz képest is magasabb volt a részvétel, és igen magas volt a, a kormány oldalnak, és köszönöm a személyemnek is a támogatottsága, nem voltunk még ilyen magasságokban. Úgyhogy köszönöm szépen minden segítőmnek, barátomnak, aktivistának a segítséget. Köszönöm szépen a van egy közvetlen csapat mellettem, szerintem az egyik legjobb az országban, köszönöm szépen nekik is a munkájukat, és a köszönömök sorában elérkeztem a feleségemhez. Neki nagyon szépen köszönöm a türelmét. Ez a hetedik országgyűlési választás és kampány, amin túl vagyunk. Megtetézve ez még nem is tudom mennyi önkormányzati választással, amiben 90 óta ott bő 20 éven keresztül a részem volt, megfejelve egy-egy népszavazással, uniós választással, Úgyhogy ő, ő tudja igazán azt, hogy az ember ugyan kifelé mindig nagyon kedves, meg nyugodt, de ez azért otthon nincs mindig így. Otthon az ember ideges, feszült, és mikor az egész napi különböző beszélgetésekből, tárgyalásokból, kampányból, vagy az országgyűlésből hazamegy az ember, és ő mondaná, a, hogy mi történt aznap, vagy mi újság van a környezetünkben, vagy a családban, akkor én csak így csinálok, hogy én már a annyit beszéltem, hogy nem, nem szeretnék a mai nap még, még beszélgetni is, úgyhogy köszönöm szépen Juditnak a türelmét. Ugyan ma is még megkérdezte, hogy... Győztünk el, vagy véget érte már a választás, mert hogy amióta megtörtént a választás, azóta is jövök megyek, az lenne a baj, ha otthon ülnék nagy szomorúan, mert akkor nem, nem győztünk volna, a munka folytatódik, nem, nem állt meg, egy kampányt is egyébként mindig le kell zárni, és szerencsére adódnak egyébként a, a hivatalos közfeladatok is, amelyeket folyamatosan tovább kell végezni, úgyhogy a munka nem állt meg. Nagyon büszke vagyok ezekre az eredményekre, amikről beszélt elnök úr. Hadd osszam meg önökkel azt a az egyszerű statisztikát, hogy egyébként az itt leadott a, a kormánypárti jelöltre, Páncél Károlyra leadott szavazatok, amik bőven meghaladják a 35 ezeret, az az országban a második legtöbb. Ez egy egyrészt egyébként betudható annak, hogy nagy a választókerület, és általában a Pest megyei választókerületek nagy létszámúak, de nyilvánvaló, hogy ebben benne van az a támogatás is, amit ami ezen a vidéken hagyományosan mindig egy nemzeti, konzervatív, érzelmű, beállítottságú szavazók mennek el a választásra. Külön nagy köszönet nekik, rekordmagasságú részvétel volt, ez azért azon a napon mindig nagyon izgalmas. Az ünnepélyes alkalmon Kőszegi Zoltán polgármester mondott pohárköszöntőt. Egy óriási siker, egy óriási győzelem, de mögött hihetetlen munka van. Képviselő úr beszélt azokról az emberekről, akik a háttérben a kampányt segítették, akik, akik munkálkodtak, akik igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy, hogy a fidesz KDMP és Páncél Károly ilyen jól szerepeljen de hiába való lett volna minden munka, hogyha a kormányzat vagy képviselő úr nem végez olyan eredményes munkát az elmúlt években, évtizedekben, ami eredményeként az ország jó irányba tart, és az értékek, értékek igazi európai értékek mellett tudunk kitartani. Mi ezt különösen érezhettük itt ebben a választókerületben. Azt hiszem, hogy nyugodtan beszélhetek polgármester kollégáim nevében, mindannyiunk nevében, hogy az a sok-sok cél, terv, ami megvalósulhatott itt az elmúlt időszakban képviselő úr segítségével, együttműködésével, ez itt az itt élő emberek életminőségét jelentős mértékben javította. És viszonylag könnyű helyzetünk volt, sőt mondhatom azt, hogy országos viszonylatban könnyű dolgunk volt, mert képviselő mindig megtalálhattuk, képviselő úr mindig odaállt az ügyeink mellé, és a lehetőségei ez mérte maximálisan támogatta törekvéseinket. És azt hiszem, hogy erre számíthatunk a jövőben, erről beszélt ő is. És ennek az egyik alapja és záloga az a hozzáállás a közügyekhez, ahogy, ő, ahogy őtől ezt megszokhattuk, az alázat, a tisztességes szolgálat, az együttműködés, ezek az alapjai annak, hogy valóban ilyen sikereket érjünk el. Mi ezt köszönjük neked, és azt hiszem, hogy ezzel ezek ismeretében most olyan egyértelműnek tűnik a győzelem és a siker. De nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok minden befolyásolja egy választási kampány végkimenetét, a választások eredményét, sőt a mai világban már hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy nem hogy a helyi vagy az országos tényezők, vagy viszonyok, vagy információk befolyásolják pusztán, hanem akár nemzetközi események, nemzetközi folyamatok és nemzetközi erőknek a beavatkozása is. Hát annyira erősek voltunk, annyira erős volt a kormány és a jelöltjeink, köztük Páncél Károly képviselő úr, hogy semmilyen hatalom vagy semmilyen erő nem, tudott, nem tudta kikezdeni ezt az egységet, ezt, a, ezt az irányt, amit mi felvállaltunk, és ennek köszönhető, hogy ilyen nagyszabású, nagy, nagy alányú győzelmet aratott a kormánypárt, illetve a kormánypártok, és az, hogy országosan ilyen eredményt értünk el, ez pedig egy külön büszkeség és öröm mindannyiunk számára. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb legitimációt, ennél, ennél nagyobb támogatottságot nagyon kevés országban mondhatnak el magukról politikusok, egyéni képviselői körzetet, képviselők, vagy akár kormányzatok is. Erre büszkének kell lennünk, de egyben, ahogy képviselő is mondta, alázatosnak kell maradni, alázattal kell szolgálni. Van egy másik mondás, ami egy kicsit sántít, de valahogy ehhez hasonlítanám, hogy az az ember, aki képes a terített asztaltól felállni, és nem addig maradott, amíg mindent fel nem eszik onnan az asztalról, az egy óriási erény. És most ezt az erényt, ezzel az erényel kell tovább mennünk, hogy nem szabad jól laknunk, és nem szabad megelégednünk ezzel az április harmadikai sikerrel. És azokkal sem, amiket az előző években, évtizedekben elértünk hanem ugyanúgy kell folytatni a munkát, mint hogyha most kezdenénk, és most kellene bebizonyítani azt a közszereplőknek, a, az emberek által megválasztott képviselőknek, a parlamentnek, a, a kormánynak, mint most kellene elkezdeni bizonyítani azt, hogy valóban rátermettek vagyunk. Hiszen mindig vannak új kihívások, új feladatok, új nehézségek, amikkel meg kell bírkozni. Nekem meggyőződésem, hogy Orbán Viktor vezetésével a kormány erre is képes tesz az előttünk álló nagy, kihívások megoldásában, válságkezelésben. Az is meggyőződésem, és biztos vagyok benne, hogy képviselő még sok közös szél tudunk majd megvalósítani, és mindenben támogatónk lesz. És azt pedig remélem, hogy, hogy Judittal ebben a ciklusban megélhetik azt, már deresedő hajjal, hogy ezt a képviselői mandátumot, ezt valóban méltósággal és a legnagyobb tisztelettel övezve tudja végigcsinálni, az ellenfelei is, és mindazok, akiknek a szolgálatát felvállalta, a legnagyobb becsülettel, be becsben tartva őt, segíteni fogjuk a munkáját, és az embert fogjuk továbbra is, a szolgáló embert fogjuk benne látni, és hogy ezt a mindennapokban érezni fogja. Ez sokszor nem történik meg, sokszor nem érzik a szolgálatot vállaló emberek azt, hogy meccsben vannak, hogy, hogy tisztelik őket. Erre bizony nagy szükség van és ebben a tiszteletben benne kell, hogy legyen a családjának, a feleségének a tisztelete is, mert mi közszereplőt tudjuk azt, hogy a társunk, a férjünk, a feleségünk nélkül nem tudnánk teljesíteni azt, amit vállaltunk, és hát a, a választók, akiknek a szolgálatát vállalt a képviselő úr is, vállaltuk itt sokan, a választóknak a bizalmát megőrizni, megtartani, és megbecsülését ez egy óriási dolog és nagyszerű érzés. Dr. Pacsirta István a választókerület választási bizottságának elnöke arról számolt be, hogy minden rendben zajlott az április harmadikai választások előkészülete során és a választás napján is. Aznap a munkánk viszonylag kevés teendőre korlátozódik. Igazából a választások kiírása utáni időszak, ami mozgalmas mind a választási bizottság, mind a választási iroda életében, hiszen a jelölt állítással kapcsolatban, majd a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatban van több munkánk. Ezt követően a már jogerősen nyilvántartásba vett jelölteknek a szavazólapon történő sorrendjét sorsoljuk ki, Ellenőrizzük ezt követően a Nemzeti Választási Iroda által elkészített szavazólapokon ezt a sorrendet, a nevek helyességét. Tehát mielőtt nyomdába kerülne az összes szavazólap, amit az egyes választópolgárok a szavazatszámláló bizottsági tagoktól megkapnak és leadják a voksukat. Ezeket nekünk mind-mind-mind ellenőriznünk kell a választások kiírását követően, ebben az időszakban, ami februártól indult. A választások napján 10 órakor is ülést tartott a választási bizottság egy kifogás kapcsán, de igazából a munkadandárja nem is ránk, hanem a helyi választási irodákra, illetve a választókerületi központi választási irodára hárul, hiszen ők azok, akik a választási bizottság munkáját előkészítik. Tehát itt beszélek azokról az emberekről, akik kialakítják a szavazóköröket, akik tényleg reggel 5 órától, vagy hajnali 5 órától ott ültek, adott esetben éjfélig, hétfőn hajnali egyik kettőig, amíg az összes szavazatot megszámlálták. Tehát, óriási munka van ebben, amit igazából egy-egy választópolgár nem is lát, nem érzékeli, hiszen 5-10 percnél többet nem tölt egy szavazóhelyiségben. Ehhez képest azok az emberek, akik részt vettek a tevékeny munkájukkal, ebben sokkal több munkát tettek le az asztalra. A választókerületünk már mondhatom hagyományosan az országos átlag feletti részvételi eredményt produkált. 701 70, pár százalékos országos részvétel mellett több mint 1%-kal haladta meg a választókerületi részvételi arány itt a 11-es számú oevv ben illetve Dabas ebből is kiemelkedett, hiszen 75% százalék fölötti volt a részvételi arány. Ezeknek a szavazatoknak közel 57%-ával nyert képviselő úr Páncél Károly, aki nem csak megválasztott, hanem regnáló képviselőnk is egyébként, hiszen a harmadik mandátumát fogja megkezdeni ezzel a négy éves ciklussal. Páncél Károly képviselő az egyik legrégebbi tagja a parlamentnek. Közéleti szereplését 1990-ben kezdte, akkor már indult az önkormányzati választásokon, miközben gyál alpolgármestereként dolgozott. Meglehetősen korán és fiatalon kezdtem a közéletet, hiszen 1990-ben már önkormányzati választáson indultam, voltam 21 évig gyáron a sok választás van már mögöttem, és hát az országgyűlésiek nyilvánvalóan azok mindig kiemelkedőek, és mindig úgy érezzük, hogy egyre nagyobb és nagyobb a tétje, mint ahogy most is az volt. Rekord részvétel volt. Nem is emlékszem arra, hogy a 70%-ot meghaladó lett volna -e a mi választókörzetünkben, most 71% fölött van, úgyhogy köszönet a választóknak mert nagyon-nagyon sokan elmentek, és hát rekord az a szám is, amit maga a Fidesz kapott, vagy illetve én, mint egyéni jelölt. 35 ezer szavazat fölött járunk, országosan is a második legtöbb szavazat, amit kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok azoknak, akik megtiszteltek a bizalmukkal. Nem ment volna ez egyébként egyedül. Nagyon-nagyon sok segítőnk volt az egész választókerületben, a kampányban, ajánlások gyűjtésében, mozgósításban. Közel 200 segítőnk ült benn aznap vasárnap, mint a párt által delegált szavazatszámláló bizottsági tag. És hát köszönetet kell mondjak egyébként minden tagnak, aki ott bennült. Képviselje az akár az ellenzéki jelöltet, akár a kormánypártit, a hivatalos önkormányzatok által megválasztott bizottsági tagoknak is köszönjük, a választási szerveknek, amelyeket a jegyzők irányítottak. Hatalmas munka ez mindig, és közben nagy izgalom. Tetézve volt most még egy, egy népszavazással is, ami elnyújtotta ugye a, 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 az eredményeknek az összegzését, és bizony hajnal, hajnalig tartott ott akkor ez a munka. Úgyhogy köszönet mindazoknak, akik részt vettek a választás bonyolításában, meg elmentek szavazni. Igen, nagy tömegben, nagy és erős felhatalmazás ez. Úgyhogy van mire támaszkodni a munka közben. Kicsit hosszabb időszakra is visszatekinthetünk, mert 2010 óta van most már folyamatosan fidesz KDMP kormányzás, és ez nem volt egy könnyű időszak. A 2010-11 még romeltakarítással kezdődött, hiszen ott voltunk egy nemzetközi valutaválságban, egy valutaválság után, amikor újra kellett a gazdaságot építeni. Utána 14-15-ben jött egy migrációs válság egész Európában, majd a COVID egy egészségügyi válság annak a gazdasági hatásai, amiből nagyon-nagyon jól kijöttünk, és olyan boldogak lehetnénk, hogy vége a járványnak, lecsengőben van a, a járvány. A 2021-es esztendőben egy 77 ot meghaladó gazdasági növekedés volt. Sikerült a gazdaságot nem helyreállítani, hanem egy olyan növekedő pályára állítani, ami csak Lengyelországban ma hasonló egész Európában és Magyarországon, és Mire boldogan tekinthetnénk az elkövetkezendő nyugodt évekre, akkor pedig itt van a szomszédban a háború, ami a legborzasztóbb dolog az emberiség életében, mindig egy háború, és most itt van közvetlenül a közelünkben. Nem, nem egy délszláv válságról van szó, nagyobb méretű, egy 40 milliós Ukrajna, egy 140 milliós atomnagy hadalom harcol most a szomszédban, és a gazdasági hatásai. Úgyhogy lesz feladat bőven, látjuk az elszabaduló energiaárakat, látjuk azt, hogy az energiaárak minden más terméknek az árát növelik, látjuk a nyersanyag hiányt, ami eddig Ukrajnából, Oroszországból jött volna, az most hiányzik, és mondjuk azt, hogy hál' Istennek még földgáz és kőolaj érkezik rendben, de nem állunk egy könnyű időszak előtt, de ez egy kipróbált pártkoalíció egy kipróbált miniszterelnökkel, aki sokszor volt már válságban miniszterelnök, úgyhogy meg, meg fogjuk oldani ezt a helyzetet is.